számomra azért izgalmas ez a rendezvénysorozat, mert hát én itt ilyen kis falusi gyerekként Tait otthonon nőttem fel, és igazából itt tanultam a művészetet még a Barcsainál, Pirk Jánosnál 1970-es évek elején. És hát ez a hívószó, hogy az elvesztegetett idő, és hát ugye sokan gondolkoztak, hogy ez a sokféle felfogás, ez a sokféle irányzat, megfogalmazás hogyan egyeztethető össze. Hát az az igazság, hogy tényleg sokszor a kurátor csak úgy kitalál dolgokat, de én úgy érzem, hogy ez az idővel való foglalkozás, mint olyan, az tényleg, mondjam így rossz kifejezéssel, szinte kardinális kérdés olyan értelemben, hogy ahogy a megnyitó szövegben is mondtam, hogy eleve a társadalmi létet, a kulturális létet, a szakrális és művészeti létet, az idő tudat, az idő hipotézis, az idő felfogás határozza meg. És az az igazság, hogy minden műalkotásban valamilyen értelemben az idő értelmezés, az időnek a használata, vagy éppen az idő tagadása által is az időhöz való viszony nagyon fontos. Na most, ha sorra vennék a munkákat, akkor tényleg vannak olyan hangsúlyok, ahol kifejezetten, ahogy én felsoroltam elég kategorikusan, ugye, hogy a tárgyi, fizikai, biológiai öregedés, mint az idő, a elmúlás, a vanitas, vagy ugyanúgy a haladás, meg a teljesség, a szakralitás, az állandóság, az eszenciális felfogás, a pillanatnyiság, a narrativitásban, a cselekvésben lévő pillanatszakaszok összevetítése, vagy nagyon sok olyan fajta allegórikus, szimbolikus, vagy akár naturális, vagy teljesen elvont konceptuális felfogások jelentkeznek. Néha rivalizálnak is egymással, még azt is lehet mondani, hogy az egyik jobban bebizonyítja, hogyha az időbeliségről van szó, vagy az időre való reflektálásra, akkor van, amelyiknél adekváltabb ez a dolog, van, amelyiknél meg sokkal áttételesebb, de épp ez az izgalmas ebben a kiállításban.